Egy kis bányász lakótelepen nőttem fel a Bakonyban, és ez nyilvánvaló egy meghatározó helyszín volt számomra ahhoz, hogy egész véletlenül most itt beszélgetünk Ózdon, a kohászati üzemeknek a maradék helyszínén, mert meghatározó volt, hogy egy ilyen ipari környezet volt, ahol felnőttem. Nem gondoltam, hogy valaha fotográfus leszek, és érettségi után, mikor visszakerültem szülővárosomba Budapestre, akkor ismerkedtem meg a fényképezéssel, úgyhogy előtte csak a filmeknek a szerelmese voltam. Utána, amikor elkezdtem fényképezéssel foglalkozni, akkor már mindjárt kiderült számomra, hogy elsősorban az emberek életviszonyai érdekelnek. Olyan képeket szeretek csinálni, amik túlmutatnak azon a dolgon, amiért esetleg kimegyek valahova, mert nem az esemény érdeke, hanem egy kornak a lényegét szeretném megfogni az emberi arcokon, gesztusokon keresztül. Ózdon először 1986-ban voltam, akkor a Képesét magazinnál dolgoztam, és egy portré jellegű témán dolgoztunk, és akkor utána egy ilyen nagyon borongos délután volt, és itt a gyár körül a koróniákon sétálgattunk, és ez annyira megfogott, ahogy így messziről láttam a gyárat, és füstölgött, és ilyen hangokat adott ki, hogy nagyon zaklatott lettem, és elhatároztam, hogy ide-vissza kell jönni. És 87-ben akkor az újságban olvastam egy kis rövid hírt, hogy Ózdon a durva hengerműből elbocsájtanak 200-300 embert. És akkor még a gyár teljes üzembe dolgozott. Eljöttünk ide a durva hengerműbe, itt volt nem messze tőlünk, és akkor még senki nem tudta, hogy kit fognak elbocsájtani, és ahogy beszélgettünk vele, a kiállításon is szerepel egy hármas portré, ahol három ember szinte a semmibe néz a távolba, és hát ilyen dolgokban szerettem így belesűríteni azt, hogy nem muszáj úgy gondolni, mint ahogy én gondoltam akkor, vagy nyilván az ózdiaknak is más a viszonyuk a dolgokhoz, meg aki soha nem hallott Ózdról. A lényeg számomra az, hogy valami emóciós élmény nyújtson valakinek, és hát az az örömért, hogy tényleg az ózdi anyagai is, ahogy elkerültek külföldre, vagy olyan helyekre, ahol semmit nem tudtak, hogy Ózdon mi történt, hogy annyira érezték benne azt a feszültséget, azt a drámát, ami mögötte van. És ezért is jobban bajba vagyok, hogyha itt szóba kell elmondani a dolgokat, mert számomra nem ez az eszköz, amivel ki szeretném fejezni magamat, hanem az a vizuális világ, amivel megjelenítem a képeimet. Valóban a kezdeti időszak az én következetes fotós technikám szerint az egy nagyon intenzív időszak volt, és tényleg ez elsősorban a rendszerváltozás idejére esett, mert ez egy ilyen dupla dolog volt, hogy nem csak arról szólt a történet, hogy itt megszűnik egy gyár, hanem arról, hogy itt közben egy változás történik a társadalomba is. És azért, amikor már hát haladtam ezzel a munkával, amit előre én se tudhattam, hogy ennek mi lesz a vége, mert itt miközben már embereket bocsájtottak el, volt itt a finom hengermű, amit még abban az időben bővítettek is. Munkásgyűléseken vagy valami mindig egy ilyen jövőképet vázoltak fel, amiből aztán nem lett ilyen formában semmi, mert hát a lényeg inkább szerintem ott volt, hogy egy kormányzat sem merte azt mondani, hogy ennyi ember egyszerre elbocsájtani, hanem ez így pár száz emberenként történt meg. És azért ebbe a folyamatba vettem részt, úgyhogy ilyen időnként lejöttem, és akkor hát egyrészt kezdetben, amikor a gyárat
hát megismertem egészébe, hogy a munkahelyeket, a kis pincébe, a kis öltözőket, akkor a magaslatokat, ahol, mint a gázüzembe, hogy időnként ilyen karbantartó munkásokat gázálarcba, mert ez egy nagyon veszélyes ideggáz volt, amiben sok baleset is volt, vagy minden. Úgyhogy számomra is, hogy eztán, amiket így megcsináltam képeket, valahol így egy kicsit szimbolikus is. És nem véletlen, hogy van olyan képem, aminél úgy ráéreznek arra, hogy na itt valami baleset, vagy valami veszedelmes dolog történt, holott nem történt, csak az a kiemelt pillanat, az arra emlékeztet. 94-95 tájékán, amikor lebontották a kohókat, akkor itt ezen a részen is itt olvasztó kemencék voltak. Itt az acélműnek a nagy csarnoka, ami itt hosszan kigyúlt most már ide a semmibe, és itt készítettem a képeket, és akkor nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy fontos időszakot. Valójában a gyárnak a lelke megszűnt. És akkor befejeztem azt a 95-be, és 96-ban jelent meg a Acélváros címmel az Ózdi Fotó Eszé albumom. Voltak ilyen ígéreteim, hogy egy évben legalább egyszer-kétszer lejövök, és ezt most így 25 évig úgy nagyjából tudtam is tartani. Ezt az utóbbi időszakot inkább egy tisztelet az itteni embereknek, hogy követem egy kicsit a dolgokat. Közben meg rengeteg dolog történt, mert itt még, ha jól halljuk, akkor még most is itt gépek zajonganak itt a hátunk mögött, és utána volt még 2000 környékén, mikor a gyárat jelképező 9 óriás kémét lerobbantották, és így minden a fontosabb dolgok, amik még tükrözték ezt az elmozdulást, ami itt történt, vagy végjátszmát, ezek így mind megvannak nekem. Hát a dokumentarista fotográfia az egy szemlélet, ami valójában a valóságnak az elfogadása, és nem egy színpadi játékról van szó, hanem a dokumentarista fotográfusok azok különböző témába még érdeklődnek a saját koruknak az életjelenségeivel, különböző témákkal. És ez számomra egy nagyobb áttekintést jelent. Szóval valójában egy ilyen társadalom ábrázolásról beszélhetünk, aminek hát egy eléggé széles spektruma van. Mindig vannak előképeim, természetesen egy témán dolgozok, de a fontos az abban a konstellációban áll össze, amikor bejövünk egy ilyen térbe, most hogy milyen fények vannak, mik azok a vizuális környezet, és ebben hogy jelenik meg az ember. És általában nekem mindig az a nagyobb gond, hogy tudom ezt az emberi szituációt úgy ebbe a térbe megoldani, hogy ne avatkozzam be durván, mert nyilván egy portrénál megteltem, hogy nem itt csinálom meg, hanem egy kicsivel odébb, mert ez teljesen belefér még a dokumentarista szabályokba, mert attól nem lesz másaképp. Csak az, hogy lehet minél jobban úgy fotografálni, hogy kizökkenteni az embereket abból a belső csendjéből, amit én valahol így az arcokon szeretnék megmutatni.